Az állampolgárok államról alkotott képét többek között az is meghatározza, amikor ügyeik intézése során kapcsolatba kerülnek az állammal, így képet alkotnak annak működéséről, hatékonyságáról, mondta Fehér Gyarmaton a miniszterelnökség parlamenti államtitkára. L. Simon László kiemelte, ezért is célja a kormánynak, hogy elégedettek legyenek az emberek, ügyeiket úgynevezett egyablakos rendszerben egyszerűen gyorsan tudják intézni, akár egyszeri sorbanállással. Amikor elindult ennek a rendszernek a kialakítása 3 évvel ezelőtt, akkor azt tapasztalták az állampolgárok, hogy mindösszesen néhányféle ügytípus tudtak intézni. Most mindösszesen 423 ügytípusban tudnak eljárni, amiből persze nem mindent használnak nap, mint nap az állampolgárok, de ha csak arra gondolunk, hogy a legfontosabb ügyeiket, igazolványokkal, lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyeiket egy helyen tudják a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban intézni, akkor ebből mindenki beláthatja, hogy az ő komfortérzetüket növeli. Magyarországon 2015 végére több mint 200 kormányablak lesz. Itt Szabolcs-Szatmár megyében ez a 12. kormányablak, de még további 9 fog elkészülni, úgyhogy összesen ennek a megyének 21 kormányablakja lesz. A fehérgyarmati kormányablak átadása előtt elhangzott egységes arculatú, modern, szolgáltató típusú ügyfélszolgálatoknál, azaz a kormányablakoknál intézhetik ügyeiket az állampolgárok, ráadásul gyorsan, hatékonyan, most már Fehérgyarmaton is. Egy aprófalvas település szerkezetű vidék központja Fehérgyarmat, 50 településről érkeznek ügyeket intézni a polgárok ide, a gyarmati hivatalba, a gyarmati kormányablakba. És hát azért szigorúan a jogszabály megengedi azt, tehát nem vesszük túl szigorúan a jogszabályokat, és a jogszabály megengedi azt, hogy esetlegesen más járási hivatal területéről is érkezzenek ide, és a Beneg ide első csücskéből, a Tarpai térségből is igen sok ügyfele van a kormányablaknak, és úgy gondolom, hogy mindenki megelégedésére. Én korábban a város polgármestere voltam, és mindig azt kértem, hogy ügyfélbarát legyen a közigazgatás. Fehérgyarmaton a járási hivatal épületében kapott helyet a kormányablak, ez a sorban már a 168. Jelen pillanatban 7 ügyintéző dolgozik a kormányablakban, és közel 250 ügyet itt lehet helyben elintézni. Törekszünk arra, hogy majd a többi osztály olyan ügyintézési lehetőségeit is idehozzuk, amivel integráltá tudjuk tenni a kormányablakot, tehát nem kell majd máshová járni az ügyfeleknek, elég lesz, hogyha a járási hivatal kormányablakába bejönnek. Térségünkben ezen a héten még Dombrádon és Demecserben adnak át kormányablakokat.